Következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. A holland királynő lovagja egy magyar ember, aki kamerával járja a világot. Halált és nyomort fényképezett. Jó estét kívánok! Lász Sándor vagyok. A mai estén kicsit köldököt fogunk nézni, hogy mekkora a felelősségünk akkor, amikor önöknek a történelemről beszélünk. De ne aggódjanak, izgalmas lesz, még a mögöttem lévő felirat ellenére is, ami magyarul annyit tesz harag és elfogultság nélkül. Mert a saját, a magyar történelemről lesz szó mindeközben. A Rákosi rendszerről, 1956-ról, aztán a menekülésről és egy karrierről, amely a szenvedésből táplálkozott. Abból, hogy egy ember mások sorsában mindig a sajátjára ismert. És persze lesz benne bosszúvágy és megbékélés, és a kérdés, hogy mi vezeti az emberek tollát, ha a történelmet írják. 2005. A Simon tornya melletti szőlősben vagyunk. A hegyoldal nagy része ezé a férfié. Azt mondtuk, ha egyszer szabadok leszünk, kivágjuk a nyelveiket, amivel kimondták a halálos ítéletet. Ha egyszer szabadok leszünk, baltába vágjuk le az ujjaikat, melyen aláírták a halálos ítéleteket. Megvannak a nyelveik, megvannak az ujjaik, megvannak a nyugdíjaik, minden megvan, akik még élnek. A lelki nyugalmuk nincs meg. Több mint 50 év telt el 1953 óta, amikor Kalános Lajost 13 év börtönre ítélték, mert egyik barátjának segített, amikor az megszökött a katonaságtól. A ma Hollandiában élő operatőr a rendszerváltáskor hazajött, hogy kamerával a kezében szembenézzen egykori vádlóival. Respektíre Dr. Kálmán Kulcsár. Kulcsár Kálmán, aki később igazságügyi miniszter lett, akkoriban a katonai bíróságon dolgozott. Főügyész helyettesként ő kért, manapság legfeljebb emberölésért kiszabható, súlyos ítéletet Kalános Lajosra. Aznap reggel megkaptam ezt az iratot, megkaptam a legfőbb ügyész, vagy a katonai főügyésznek az utasítását, hogy mi a katonai főügyészség álláspontja, ezt elmondtam és kész. Az egyébként kiváló jogtudós azzal védekezik a később törvénytelennek mondott ítélet ellen, hogy parancsra cselekedett. Nem lehet nemet mondani, uram. ...1956-ban a forradalmárok kinyitották a börtönajtókat. Kalános Lajos is kiszabadult, és akkori szóhasználattal élve rögtön disszidált. Attól tartott, ha marad, a forradalom leverése után újra bebörtönzik. A férfi Hollandiában kötött ki. Azért jött pont ide, mert miközben éheztek a börtönben, az egyik cellatárs azt mesélte, itt jókat lehet enni. Aztán Lajos operatőr lett. Választott hazájában minden díjat megkapott. Lajos Kalános, volgod már hidáltél. Még a holland királynő is lovaggá tötte a férfit, aki operatőrként és magyarként folyamatosan jelen volt a német alföldi televíziókban. Nem változott meg semmi. Innen vitték a zsidók, gyere csak velem. Ide ki van írva büdös romák. Itt ebben a házban élt Illés Gyula. Lajos itt Simon tornyán volt gyerek, abban az időben a falu legfőképpen erről a bőrgyárról volt híres. A lakosság harmada zsidó volt. A háború végén elhurcolták őket, köztük Lajos 10 éves szerelmét is. És elindult a menet, rohantam a szekér mellett, fogtam a kezét, mondta Lajko, Lajko, mesélje. Visszajövünk. Soha nem jött vissza.
még Auschwitzban az ikrekről csináltam egy dokumentumfilmet, akkor filmeztem ott hatalmas üvegfal, tele cipőkkel, egy másik üvegfal, tele kofferokkal, és az ember csak nézi, filmezi, és gondolja magába, te jó Isten, melyik cipő lehetett a Marikáé? Lajos ebben a faluban látta az első gyilkosságot is. Azt már a győztes szovjet katonák követték el. A gyerek kint bámészkodott az utcán, zsíros kenyeret majszolt. Meg akartak erőszakolni egy nőt, mondja Lajos. A férjétől követelték, keríts elő az asszonyt. Ha nem, akkor lelövik. Szájba lőtték az embert. Szétpröccsent a feje rá a zsíros kenyeremre. Azóta szedtem zsíros kenyeret. Na. Az operatőr később is rengeteg gyilkosságot látott. Azt hihetnénk, hogy mert a kamera keresőjében minden fekete-fehér, nem is volt olyan rettenetes. A technika az semmi. Úgy értem, hogy a technikának annak benne kell lenni a tíz ujjadba. A gép ott van a válladon, nézül át a keresőn. Ezzel fogod a gépet, ezzel intézed a lencsét, meg a diafragmádat. De közben ezzel a másik szemben is nézel, mi történik körülötted. A 70-es és 80-as években megjárta a Közel-Keletet. Forgatott Izraelben és forgatott Palesztinában. Nem akart igazságot tenni. Meghallgatott és lefényképezett mindent és mindenkit. Napokat töltött az ETA terroristái között is. Gyilkosok voltak, ezren gyilkosok voltak. Olyan emberek, akik pisztolyjal vagy bármivel, egy bombával embereket öltek meg. Napokig voltam köztük. Ettem velük. Ittem velük. Ott aludtam, hogy ők alusnak. Fent a hegyekben. De amikor eljöttem, olyan jó érzést töltött el. Vége. Úgy gondolta, mindenhova el kell mennie, ahol harcolnak a szabadságért. A gyilkosságokat ugyan nem tudja megakadályozni, de meg tudja mutatni a borzalmakat, és főként azt, hogy mi miért történik. Aztán persze a riportalanyok megmagyarázták neki, hogy semmi sem olyan fekete vagy fehér, mint a kamera keresőjében. Így történt ez Iránban is, amikor elűzték a sahot. Nem volt ügyvédem, úgy ítéltek el, de nem okolok senkit. Egy felkelésben nehéz eldönteni, mi jó, mi rossz. Aki azt hiszi a forradalomról, hogy ott minden az igazság szellemében történik, az téved. Az orosz és kubai felkelés első napjaiban is számtalan embert öltek meg, ártatlanokat. Lajosék koncepciós ügyében is hosszú vizsgálati fogság előzte meg a tárgyalást, pedig nem akartak megtudni tőlük semmit. Csak alá akarták iratni az előre megfogalmazott vallomást, hogy elítélhessék őket. Alacsony, pökendű, nagyképű, fényeszizmájú, budgyós nadrág. A fején, hogy mondják, a katonasapka a fején, olvasta föl, halál. 15 év, 13 év, 12 év, 8 év. Lajos Iránban olyan tárgyalásokon is filmezett, ahol halálra ítéltek olyanokat, akiknek csak annyi volt a bűnük, hogy világi törvények szerint éltek. Volt egy asztal, arra ki volt téve a Korán, fel volt nyitva. Én elkezdtem a filmezést a Koránnal. Filmeztem a Koránt, feljöttem a géppel, és mentem azokhoz, akik ott ültek, két ember ült más mellett, letérdeltem, csináltam róluk felvételeket, és próbáltam ezzel szemmel kapcsolatot keresni velük. De ezek már megvoltak, ezek már halottak voltak. Ezek már nem is mertek nézni. Szinte simogattam őket a géppel. Nézzetek rám, egy ember vagyok, tudom, hogy mi történik. Velem is ugyanezt történt.
Amikor az utcákon Rákosiék a szocializmus győzelmét ünnepelték, fennen hirdették, hogy a hatalom a dolgozóké, és nem sokára itt a Kánaán, Lajos fiatalemberként éhezett a börtönben. Tizen kaptak egy kiló kenyeret. Meghalt egy ember a cellába. A Medveszky Laci meghalt. Nyár közepén. Te 3 napig nem adtuk ki a halottat. És mindenkinek jutott egy fél kanál leves. Lajos különösen büszke azokra a felvételekre, amelyeket Afrikában egy segélyprogramon örökített meg. Az emberek küzdelmét látta a vízért és az élelemért. Az ember éjszaka álmodott. Azt álmodta, hogy esik. És csurgott. Csurgott a nyál a szája oldalán. Sokkal később, mikor én filmeztem. Sok éhes embert filmeztem az életben. Mindig tudtam, mindig éreztem. Ezeknek milyen érzelmeik vannak. Ezt a kis szobrot azért a filmért kapta, amit Salvadorban forgatott Oscar Romero temetésén. A püspököt, aki a szegények pártfogója volt, egy kormányhű katona gyilkolta meg az oltárnál. A hatalom azt torolta meg, hogy a főpap föloldotta a katonákat esküjük alól, hogy ne kelljen a lázadókat parancsra lelőniük. Terrible, terrible. Szörnyű volt, szörnyű. Kiesett az ostya a kezéből, és a vérrel és a borral keveredett. Olyan ember volt, aki átadja a szeretetét Istennek és testvéreinek, a szegényeknek. A tömeget egyszer csak lőni kezdték a környező házakról. És akkor vége volt ennek a... Akkor mondja nekem a riporterom, most megyünk a hotelba. A hotelba? Megyünk a repülőtérre. De nekem a hotelba ott van, le van szarva, ez nem érdekes. Nem érdekes, hogy mi van a hotelba. Az érdekes az anyag. Ezt mondta akkor Kalános Lajos, és a szerkesztő kénytelen volt rábólintani, még akkor is, ha jól tudta a leckét. Szerkesztő nélkül az operatőr nem sokat ér. Fáda, papa Lajos? Szerma. Mint ahogy a szerkesztő operatőr nélkül fél embernek számít. Szinte együtt kell lélegezniük. A szerkesztők viszonya az operatőrökkel olyan, mint a tánc. Az ember nem tud minden asszonnyal táncolni. Fel kell venni a ritmust. Lajossal tudtuk, melyikünk mit csinál, mit akar a másik. Kalános Lajos a rendszerváltás előtt nem jött hazaforgatni. Mondjuk, itt nem is volt háború. Így aztán nem örökítette meg az értelmiség óvatos ellenállását, és az egyetemisták március 15-i megmozdulásait sem vette föl. Még mindig nagyon sokan élnek. Ma úgy értem azok közül, akiknek vér tapad a kezükhöz. Mit keresek én azok között? A történelmet többféle indítatás miatt kezdik írni. Tudós kíváncsiságból, vagy valakinek a felmentésére, vagy éppen elítélésére. Azt hinnénk, hogy a kamera objektív, de az is válogat. Úgy, ahogy kezelőinek élményei diktálják. Ez nem bosszúállás, ez fájdalom. Fájdalom azokért, akikről nem beszélnek. Önök a 21. század adását látták. Jövő héten újra jelentkezünk 20. századi legendákkal, amelyek még a 21. században is velünk élnek. Viszontlátásra! Írjanak e-mailt 21.század@rtlklub.hu vagy levelet az RTL Klub 1119 Budapest Fehérvári út 84/A címre, vagy telefonáljanak, a műsorszáma 061 38 28 453.